Közben nézzük megint Gyurcsót, aki aktivizálta magát a bal oldalon, és ebből így egy 11-es is lesz. Gyurcsó jó ütemben vitte el, és a lábát kaszálták el. Büntetőhöz jut tehát a Puskás Akadémia. Knezevic magabiztosan vezet tehát 1-0-ra a hazai csapat. Knezevic beviszi középen, Gyurcsó a bal oldalon, újabb gólhelyzet, és egy nagyon gyámoltalan gyenge megoldás Gyurcsótól. Jobb oldali szöglet tehát, 23. perc, és ott az egyenlítő gól. Megvan a Kaposvár egyenlítő gólja, Szakály. Gyurcsó a labda mögött, megfordul-e a fejében esetleg, hogy egyből kapura? Egyelőre nagyon nézegeti, hogy ki hogyan mozog be. Gyurcsó, tudtam. Megfordult a fejében. Gol-gol. Az így jó lehet. Knezevic gólhelyzetben, óriási védés Pogacsicstól. Sanif ellövi ballal, nem is volt veszélytelen. Szép lapos indítás. Knezevic egyből, pont a kapu közepére ment a lövés. Pogacsics nem is tudta elsőre megfogni. Ez is egy jó lövés, és kijön Pogacsicsról, és aztán a védőknek kell kirúgni, de ez már így les is volt. Utolsó percen vagyunk belül, a rendes játékidőt illetően nyilván lesz valamennyi ráadás. Urblik bent van a 16-oson belül, bepöccinti középre, ott a kipattanó labda, és 2-1 a Puskás Akadémiának Tamás Nándor góljával. Mindez a mérkőzés utolsó percében. Hát nem bírta ki a nyomást a Kaposvár. Kaposvári védő fejéről került oda a hosszú oldalra labda. Fodor rosszul helyezkedett, Tamás Nándor viszont nem.